Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő szív üzenete mit akar közölni veled? Ez egy szerelmi jóslás, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a kirakást, az ő szív üzenete, a díjam 4000 forint, és akkor személyesen hozzád szól. De megtekintjük most ennél a kirakásnál általánosságban, hogy mi az ő szív üzenete. Az első helyen, itt ezen a helyen megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban, mert ő látott téged, mert találkoztatok, vagy ezt tervezi, te nagyon fontos vagy számára, hiszen jelenleg veled van kapcsolatban, veled foglalkozik. A következő hely itt fent azt jelenti, hogy mi az ő gondolata, vagy mit tervez. Hát az ő gondolata az saját maga, és amit tervez, vagy ami az ő vágya, hogy te jelentkezz nála, hogy feltekints rá, hogy megbecsüld őt, hogy csodáld őt, amit én nagyon szépen látok már most ennél a kivetésnél, hogy mindketten megjelentek itt, és az jelenti a közelséget, a bizalmat, hogy egymáshoz tartoztok. És most megnézzük az ő érzelmeit. Itt a fal látható, és az azt jelenti, hogy ő keresi azt a helyet, ahol ő le tud gyökerezni. Vagy a munkahelyén, vagy a lakhelyét illetően, vagy ő úgy érzi jelenleg, hogy nálad ebben a párkapcsolatban le tud gyökerezni, itt lesz növekedés, és minden gyümölcsöt hoz, de kell még egy kis türelem, mint ahogy a fánál is időre van szükség ahhoz, amíg egy fa gyümölcsözik. Mit fog közölni veled? Az ő üzenete, a hold. Ez lehet az anyukája, vagy lehet egy anyai téma is. Az is lehet, hogy szeretne tőled egy gyermeket. Amit a hold még jelent, az éjszaka, az álmok, az álmodozások, az elképzelések, a kívánságok, itt mély érzelmekről van szó. Mi az, amit szeretne mondani, de nem meri kimondani, vagy nem akarja kimondani, tehát a titkok. Ő tervez veled egy utazást, de ő erről még nem beszél. Ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat, ahogy ő ezt érzi, de nem meri ezt nyíltan kimondani. Hogy lát téged? Ő szerelmes beléd, és ahogy ő téged lát, biztos abban, hogy te is szereted őt. Mi fűz össze benneteket? A gyűrűk. A kapcsolat. Sőt, ez lehet egy házassági ajánlat is, mert ő ezt tervezi veled. És ez volt az általános jóslás, az ő szív üzenete. Kívánok nektek egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.